a tájra csili paprikát szeretném önöknek bemutatni. hát ilyen palántákkal állok a rendelkezésükre, akik tőlem csili paprikát szeretnének vásárolni. Ugye ez egy távol keletről származó csili fajta. A termései apró 7-8 cm-es euh, cm nagyok, és így felfelé állnak. A Scoville értéke az 75 és 100 között mozog, hát egészen egészen megkapó. Úgyhogy azért nem annyira pusztító, mint mondjuk a szellem chili, de azért azért, azért ez is úgy jóvatos. A jellemzően három darabot szoktak a kerbarátok, vagy hát inkább csilibarátoknak mondani. Kézzék, -e, van olyan férfi, aki a munkahelyén tervezte ezeket, mert otthon az asszony nem engedte. Egyébként általában ez tényleg ilyen, hát, hogy mondjam, tehát a vásárlóknak, a zöldségpalánta vásárlóknak azért a többség az még mindig a, a házi asszonyok, de például konkrétan van egy-egy terület, mondjuk például, mint a japán körténél, meg, meg ilyesminél, vagy mamut fenyőnél, ami nagyon ilyen férfias, férfias macsó történet. Hát kérem szépen, a csili paprika vásárlóimból, 10 csili paprika vásárlóból 9 férfi. Ezt látom a rendeléseknél. Szóval ez valahogy egy ilyen férfias dolog. Na hát ez nem tudom, mit jelent, mert én, én, nagyon gyáva nyúl vagyok ehhez, és alig-alig merek egy-egy egy kis falatot beletenni, mondjuk, vagy egy-egy kis gerezdet mondjuk beletenni a levesembe, mert elképesztő módon csíp. És hát nagyon vigyázzanak akkor, amikor utána a kezet kell mostni, meg ne nyúljanak a szemükhöz, meg nyálka hátjához, meg ilyenekhez, mert, mert bizony pusztító módon tud ö, ö, csípni. Úgyhogy ez a, ez a, ez a red fajta, ez kérem szépen, ezek jellemzően ilyen 30-40 cm kerülnek ki a kertészetemből, és aztán tulajdonképpen lehet őket nagyon szépen termeszteni, tényleg balkolládába, előkerbe, utcafronton, bárhol. Hát gyerek kezébe ne kerüljön. A kutyáknak, a macskáknak van annyi eszük, hogy nem mennek oda és nem harapnak bele, mert aztán utána tényleg világá futnak annyira csípős. hogy aki tájredet szeretne termeszteni, annak ilyen palántákkal állok a rendelkezésére.